Sziasztok! Egy újabb PC tippek rovatot láthatok, hallhatok, az itt áll a GeForce RTX 3050 került terítékre. Korábban megjelent, de nem volt friss teszt róla itthon. És az a érdekes, hogy a hardware unboxon sincsen, pedig ott eléggé sokszor szoktak. Most 3060-akat, meg ilyen 6050-es AMD szériákat tesztelték. Mert ott a legjobban átlátható, hogy sokszor 50 játékkal tesztelnek, azért szoktam azt mutatni. Most egyelőre ezzel tudok szolgálni. 3050 Pro Hardware-es szikkével. Ugye a Pro Hardware az néha, korábban mondták, hogy egy AMD-s hát oldalú, de a Wombatnak konkrétan Nvidia kártyájával is legtöbbször mostanában már Nvidia teszteket Wombat írja. Úgyhogy hát remélem, hogy ez most közel fog állni ugye a valósághoz. A függetlenség az, ami nagyon fontos, de se a GeForce, se az AMD felé nagyon hajoljon el, ha lehet. No, hát ugye tesztelték az MSI-t, az Asus 1.1.3050-es kártyát. Ugye az Asus aztán jobban meg van OC-zva, egy gaming OC, meg van húzva. Így kicsi az, hogy gyorsabb lehet. Ha itt van még egy 3060 gaming húzat változat, illetve egy 6600 az a fair pulse, és egy gigabyte 6500X Eagle változat. No, hát menjünk sorjába, hogy hát a Valhalla az mégis AMD-s volt, érdekes, hogy az előtte lévő AC játékok nem, de Valhalla valamiért átváltott AMD-re, illetve valószínűleg a DirectX 12, illetve a Vulkan okán, hogy jobban ráhegyezkedtek ezekre, mint a DirectX 11-es engine-nél. Talán ez lehet az oka, nem tudom, mert abban mindig jobb volt az AMD. De esetre az látszik, hogy itt természetesen hátrányban is van a 3050, még az OC változat is, de nem is kicsit. Gyakorlatilag majdnem 20 FPS hátrány van 6600-hoz képest, illetve hát a maximum esetén konkrétan annyi. Az lenni szokott a QHD-ban, ez valamennyivel csökkent, 10-10 FPS-re körülbelül. Mondjuk ezek a kártyák nem QHD-re lettek készítve, szóval igazából itt a Full HD a lényeg. Az is látszik továbbra is, hogy 6500 egy nagy nulla, és az is látszik, hogy szerintem azért nagy nulla csak is. Vagy hát legalábbis legfőképp, mert nem, mert tudjuk, hogy még ugye egy csomó minden egyéb alap dolog nincs benne, ami például egy streamnél, egy videóvágásnál, stb.nél kéne. De hogy az FPS értékekben csak is, azért ilyen alacsony, szerintem mert 4 gigája. Hogyha 6 vagy 8 gigával adták volna ki, akkor valószínűleg már jobb lenne a helyzet. Szerintem. Mert néha az látszik a skálázódásnál. De abból is látszik, hogy az 5500 XT a 8 GB-tal mennyivel jobb. Tehát ha csak ugyanannyit kap, körülbelül ugyanazon a szinten, vagy még kicsit jobb szinten lenne, talán. Ez a vissza, ez egy akkora tekerrugás az AMD-nek, nem ide, és akkor még az, hogy nem rak bele egy csomó mindent. Na, bejelentették az új Star Wars, ezt is megnézem a játékot, bár nekem nagyon két szék közé eső volt az a játék. No, hát a Dirt, az is annó korábban, jól tudom, AMD-s játék volt, de azóta az a patch-ek, illetve a driver-ek azért valamelyes változott, meg így is persze itt is előnyben van az a Fire kártya, de hát csak 9-10 FPS-sel, tehát nincs akkora differencia. Az látszik továbbra is, hogy 6500 XT 1.0, én azt senkivel nem vetetném, tehát annál sokkal jobb az 5500 XT 8 GB-os kártya, egy ismerősem vett meg 2 vagy 3 éve. Eszembe, hogy hogyan? Hát ilyen olyan 3 éve vagy 2 éve. Sokkal jobb választás volt tőle. Én nem tudom, hogy lehet ennyire elcseszni egy kártyán. Ez van. 3050 megint a kettő között van. Ugye a 6600 és a 6500 XC között. Nézzük a Far Cry 6-ot. Itt állítólag ez a játék is AMD-s, legalábbis az RT-t is azért csinálták benne úgy, ahogy ilyen fele-fele arányban, meg valami nem tudom milyen változatban, tehát nem abban a módban, mint ahogy egyébként a Metro Exodus vagy a Controlban látható. Látszik is, hogy van előny, megint a 20 FPS, meg a 24 az ott van. QHD-ban persze ez már csökken, 14-15-re. De itt igazából ugye a Full HD a lényeg. Én továbbra is azt mondom, hogy a 3050 nagyon necces. Tehát láthatjátok most az már a 34. teszt, hogy azért sokszor alig van meg a 60 FPS. Tehát annyira jó kártyának a 3050-et sem tudom annyiból mondani, hogy dupla annyiba kerül majdnem lassan a legtöbb helyen, mint a 6500 XT. Ilyen 150, 140, 6500 XT, meg most sok helyen már 70-80
érve szerezhető, attól még az egy rosszabb kártya, tehát azt akkor se választanám. De a 3050-et se választanám ennyi pénzért, úgyhogy éppen eléri Full HD-n a 60-at jó esetben. Még a 6600-as 20-akat meg 15 FPS-eket még rárok. Úgyhogy ugyannyiba kerül. Néha még egy kicsivel olcsóbb is. Nézzétek meg, de majd meg is mutatom. Megmutatom nektek pár boltnak a honlapját. Aztán itt van a Godfall, ami annó totál AMD-s volt, és valahogy ez az előny, hát nem is azon totálisan elolvadt, de nagyon minimális a csökkent vagy megszűnt, főleg a maximum FPS-ek tekintetében. A minimumban azért még ott van a diffi, de az kívánc, hogy egy ilyen AMD reklám játék volt, ahhoz képest nem egy olyan nagy valami most az előny. Bár láttak, ez a játék nem valami jó. Na nézzük a 73-at, ami azért érdekes, mert az 1-2 az inkább AMD-s volt, míg a 3 az, ha jól tudom, már legalábbis a nagyobb kártyáknál annyira nem látszódott, hogy hát előnye volt az AMD, de nem sok. Tehát megváltozott valószínűleg itt visszafele a helyzet, mint az AC-nál itt fordított. Ennek erre még mindig itt is hatalmas előnye van a 6600-nak. Konkrétan 30 FPS, meg majdnem, meg hát 40. 30 és 40 FPS, azért az hatalmas differencia. És ezért mondom azt, hogy annyiba kerül a kártya, vagy még kicsivel néhol olcsóbb is, és egyébként kevesebbet is fogyaszt, akkor minek mennénk a 3050-et? Én tudom, hogy van ez, hogyha a 3.0-as izébe rakjuk, de állítólag akkor néhány százalékot gyengül, 2-3 százalék a legtöbb teszt szerint, és aki meg most vesz gépet, az már mind 4.0-as alaplapot fog venni, és a jövőbe is. Tehát ez már annyira nem ér. A megjelenéskor még minimálisan lehetett az, de az ott eltett pár hónap. Na, Horizon Zero Dawn, ez azt hiszem egy függetlenebb játék, ha jól emlékszem, tehát se nem Nvidia, se nem AMD is végre. És hát itt is ott van az a 13-4 FPS előny. Úgyhogy továbbra is azt mondom, hogy egyszerűen, amikor ilyen 14 meg 20-30 FPS előnyek vannak, akkor már nem éri meg az a kártya, ami annyira kerül. Lehet itt az RT-vel jönni, csak az a kártya meg nem bírja az RT-t. De nézzük meg, ha már RT, látjátok, 20 és 30 FPS. Megéri? Ez RT-ért venni ezt a kártyát? Nem. Jó, mondjuk gondolom, itt nem nyomták be a DLSS-t, de egyrészt ez a kártya annyit nem nyer azzal sem, mint a nagyobb testvérei. Tehát maximum 30-40 FPS, de az se egy nagy FPS szám. És akkor az már egy ilyen hamisított képpel, mert én mindig azt mondom, hogy a DLSS és egyiket a FSR is, még azt se használta, pedig most már tudnám a driverrel, 5700-assal, hogy egyszerűen egy szemfényvesztés. Tehát egy trükk, egy bűvész trükk, ahol engedjük magunkat becsapni. Én ezért mondom, hogy ha azzal tud új elérni 30-40 FPS-t, akkor ez nem egy nagy eredmény. Az látható, hogy az AMD továbbra se jók az RT-ben, viszont az is látható, hogy a 6600 még így is jobb. 6 és 7 FPS-sel. Úgyhogy szerintem ez eléggé erős megerősítése annak, hogy a 3050-t azért nem szabad viszont venni, szintén a 6500-t meg még inkább, mert a 6600 ugyanannyiba kerül, és sokkal jobb. Még ott is, ahol hátrányban van, az a vicces, elvileg, tehát ezt nem is értem. De egyébként nem tudjátok, az új végiák, az Nvidia az 2-2,5-szeres, az AMD 2,5-3-szeres RT erősítést a saját előző generációhoz képest, hát plegykálgat, illetve plegykálgatnak róla, ezt meglátjuk, hogy igaz lesz-e. És hát ugye elvileg sima rasterizációban meg dupla erőket, hát ez majd kiderül. A fogyasztásról is ugye elég durva értékek jöttek ki, főleg Nvidia oldalon, de elvileg az AMD se fog olyan hú, de sokkal kevesebbet fogyasztani, egy 50 watt-tal talán, vagy 100-val. Még úgyis elég nagy lesz az. Persze meglátjuk, hogy ezek igazak-e. Shadow of the Tomb Raider az inkább Nvidia-s játék, ami az érdekes, mert az 1 meg a 2, de főleg az 1, azt hiszem, a 13-as új rész az AMD-s volt. Még egy TSFX hajrendszert is ott hozott be először az AMD. Aztán valahogy átváltottuk Nvidia-ra. Ennek ellenére 15 FPS előny van, illetve majdnem 20, ha a maximumot nézzük. A QHD-ba pedig 7-9 FPS. Na, itt van a 3060 OC, ez az érdekes, mert akkor így látjuk, hogy ez mennyivel jobb, mint a 6600-as. De hozzá kell tenni, hogy 200-210 körül van, jól emlékszem. És ugyanennyi, sőt, néha olcsóbb a 6600X-ét kapsz, ami láthatóan szintén jobb választás. Egy olyan 10 FPS-sel.
ilyen 7-8-10 FPS-sel, és ez még nem is annyira OC, mint az OC Asus 3060, mert egy szimpla MSI kártya, MSI kártya. Szóval van az 10-15 is, amikor valószínűleg, hogyha EGAL kártyákkal. Nem tudom, miért nem tesztelnek egyébként OC kártyát OC-val, simával, nem mindegy. Jó, nem egy nagy FPS differencia, de ez akkor se EGAL. Na, akármi N kártya, Nvidia GeForce kártya, AMD, tök mindegy. Nem szeretem, hogyha nem EGAL kártyákat, tehát EGAL kategóriai kártyákat nyomnak egymással szembe. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy látszik, hogy az OC 3050 néhány FPS-sel jobb, 1-2 FPS, szóval ott nem sok értelme van, nem tudom, hogy a 3050 OC-nál mennyi a differencia. A Strange Brigade mindig is Nvidia-s volt valamiért, pedig azt mondja, hogy saját motorjuk van. De azt mondja, hogy együtt is fejlesztették, nem tudom. Mindegy, még így is látszik, hogy még ebben a játékban is jobb azért, vagy legalább EGAL 6500X360-nal, míg a 6600 továbbra is hozza azt a 20 és majd 30 FPS differenciát, QHD-ba pedig 9-10 FPS differenciát. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy a további Nvidia-s játékoknál is igazolódik a dolog, hogy egyszerűen tehát nem éri meg a 3050 ezen az áron. És láthatok, RT-ben is gyengébb, 6-7-8 FPS-sel. Ami az egyetlen fegyver lehetne. De hát egy ilyen gyenge kártyánál nem csoda, hogy az nem, azt nem bírja. Aztán itt vannak a Donkey Ghost Recon Breakpoint, aztán a második Ghost Recon új rész volt, vagy a harmadik része volt az új szériájának. Itt láthatjuk, hogy a minimál FPS az valamiért mindenhol szinte 60, nem tudom, ez proc limit volt, vagy én nem tudom, hogy mi történt, de ez teljesen befixálódott, hogy igazából a max FPS-re tudunk differenciát látni. Az gyakorlatilag megint ez a 20 és 15 FPS előny. Szóval ez hatalmas. Hogy ne érje meg ugyanannyira ennyivel rosszabbat venni. World War Z, Aftermath. Itt is láthatjuk ezt a 20-30, sőt inkább ilyen 30 FPS differenciát. Sőt, hát bakker, nem 30-40, 40-50 FPS differenciát. Ez rohadtul sok. Úgyhogy, hát aki ezzel a játékkal játszik, az gyakorlatilag egy generáció előtti kártyát kap, vagy még rosszabbat. Ami nekem kicsit furcsa, nem tudom, ez full AMD-s játék, vagy milyen játék ez, de ez hatalmas előny. Mi a franc? Ezt a játékot nem nagyon ismerem. Igen, itt ide viszont lehetne használni az a DLSS 2.0-át. Ennek ellenére ez akkor is hatalmas differencia, amíg ha bekapcsolja a DLSS-sel innén, vagy közelével érne. Plusz, mint mondottam, továbbra is az egy fake effekt. Egy szembe kápráztató, szó szerint kápráztató effekt. A rendszer fogyasztásában is látható, hogy van mennyi egy 20 watt differencia, annak ellenére sokkal jobb a kártya. Érdekes, hogy a 3060 sima meg a 6600 XT ugyanannyit fogyaszt. De ugye az lenne a legjobb, hogyha nem benchmarkokon meg programszerűen mérnék, hanem ugye konkrétan fizikailag vannak hozzá ilyen szerkezetek és eszközök, amelyekkel a hardware-esen meg lehet mérni a VGA-kat, hogyha azzal mérnék, ebben egyetértek ugye Husky Dog kollégával, ő vetette ezt föl már sokszor, akkor derül neki a valós fogyasztás mind a két oldalon. Mert ez pontatlanabb, mint egy élő hardware-es mérés. Teljesítmény fogyasztásban az egyértelmű ezen alapján, hogy a 6600 az messze menőkig jobb, majdnem 40% az előny. Tehát azért az kicsit sok, úgyhogy ugyanannyiba kerül, sőt mondom néhol még olcsóbb is. A melegedés, és pillanatra annyi vissza, a melegedés az mondjuk nagyban függ a konkrét márkától, tehát nem csak attól, hogy most 5000-es, 6000-es, 3000-es egyéb kártyák, hanem hogy éppen milyen az MSI, a Zafir, az egyebek hűtése, hát hűtési módosulata, illetve hűtési eszköze. A lényeg az, hogy jól megy a kártya, ilyen 60 körül van, de azt láthatjátok 60 és 65 között, 6600, az viszont, ha jól látom, néha azért elment 68-9-re is, sőt talán egy 71 pillanatra szintén bekarcolta. Tehát a 3050 azért jobban tartja azt a 60-65-öt. Az MSI-ja mondjuk szerintem az MSI-nak jobb a hűtése, mert
mert a Zafárom az nekem is volt, annak ciripelt is, még régen, és kicsit ilyen ingadozó volt a hűtése. Az MSI mióta most van, meg az előző is az volt, és azóta is működik, lassan 7 éve csak most már másnál. Az meg mindig stabilan ilyen 65 körül tartotta az. Még ezeknek még nagyobb volt a fogyasztása az 5000 szériának, mint mondjuk a 6000-esnek. Okay, akkor egy értékelés, és látható, hogy 28% előny. Azért az szerintem elég sok ahhoz Full HD-ben, hogy ne vegyük a 3050-öt. És hát láthatjátok, a legjobb kártya a 6500 XT, 62%. Hát igen, csak több mint dupla annyit tud a 6600-as, úgyhogy igazából nem kerül, azt hiszem, dupla annyiba se. Meg ilyen 140-50 körül szokott lenni, 6500, meg olyan 8-90. Hát ilyen 90 körül volt, tehát ugye azt jelenti, hogy akkor 180-nak kéne lenni a 6600-nak. Tehát mindenképp, ha ezt nézzük is, jobban megéri, meg hát minden más technológiai szempontból nincs levágva ez meg amaz róla a kártyáról, és nem 4 GB van rajta. Úgyhogy, és ugyanúgy a 3050 is sokkal jobban megéri, hogy láthatjuk, legalább 40%-kal minimum. Látható, hogy 9000 körül van ez a szar 6500 XT. Tehát ugye 180-nak kéne az lenni a 6600-nak. Talán, hogy csak egálból legyen talán az árérték. De hát olyan 150-60 körül van mostanában már. Amikor ez a teszt volt, akkor még nem itt mást írtak, 170-80-90, de ha megnézitek a különböző boltokat, akkor rohadtul nem ez a helyzet. Ezt nem tudom megállítani a felvételt, basszus, nem a legjobb. Akartam volna megállítani. De úgy látszik, hogy itt ezzel ezt nem tudom megtenni. Ami érdekes, vagy csak én nem jöttem rá még, hogy hogyan kell. A bandicapnél simán meg lehet állítani. Egyébként. Na, itt vagyunk újra. Nézzünk meg két talán, hát híres, egyik leghíresebb boltot. Nézzük meg a 3050 árait. RX, RTX. Látjátok? 157, 157, 158, 160, 167, 159. Nézzük meg az RX 6006-ot. Úgyhogy látjuk, hogy 30-40%-kal is jobb lehet. Ugyanannyiba kerül, hogy minimálisan drágább, de gyakorlatilag ugyanaz a kategória. És a Zafir jó kártya, a PowerCore jó kártya. Úgyhogy az Asus Dual az egyébként se az Nvidia-nál, se az AMD-nél szerény vélemény szerint nem szuperál. Nézzük meg a 3060-at. RTX, RTX. Látjátok, ahogy mondottam, vala a legolcsóbb 200 az L3-es és a Ventus az MSI, valami, ha jól tudom, az MSI-nek a gyengébb változata, ugye gaming lenne az igazán jó. Amik már jobbak az Asusok, az Otakok, azok már rohadt drágák, és nem érik szerintem meg. Nézzük meg az Oázist is, mert sokszor van, hogy az még olcsóbb egyébként, mint a másik. Hát igen, itt van egy kicsivel olcsóbb Dual Asus, de hát ez egy nagyon szar kártya, úgyhogy továbbra is az a 160, ahogy láthatjátok, 170 a mérce, jobb minőségűeknél. Ez a Phoenix is azt hiszem gyengébb. Egy valamivel jó a Dual, meg a Phoenix, kicsi házakba oda akkor vegyétek, de... És akkor nézzük az RX 6006-ot. Látjátok, 170 a minőségi. Tehát gyakorlatilag ugyanaz, vagy minimálisan 1-2, ez néhány ezerrel, 5000-rel drágább. Maximum 10000-rel, de hát 30-40%-kal jobb is, és kevesebbet is fogyaszt. És ezek jó minőségű kiadások, a Gigabyte is, a PowerCore főleg. Több, ez nem tudom miért ilyen drága, meh, ez egy ilyen átlagosabb változat. Meh. Nekem is olyan vasárs 5700 simából. Tehát kicsit hangos például, mondjuk 70-ig ritkán megy ez is fel, azért azt hozzá kell tenni. Nézzük meg a 3060-at. Látjátok, 200 és a fölött. A TI meg ugye 250. Na az a vicces, ugyanannyiba kerül a 6700 XT, még akkor azt is azért nézzük meg érdekességképp.
de egy ilyen 10%-kal megint jobb, és kevesebbet is fogyasztan. Látjátok, én 260-70, és ott ami 80, ami a legfontosabb, itt nem 8-12 giga van rajta, tehát 1440p-be simán fogjátok tudni tolni vele még egy darabig a játékokat. Még sajnos egy csomó új játék 1440p ultrán a tesztek alapján megeszi azt a 8 GB-ot. Azt hiszem a Far Cry 6-nál is volt így ultrán, nem tudom még melyiknél volt hirtelen, most hirtelen, ami egy új játék volt. És tesztelték, és a 3060 meg a 60 Ti az spóruljárt, meg a természetesen 6600 XT is. Tehát aminek 8 GB-ja van, az már néhol ramatyul érzi magát. Úgyhogy ez is egy biztosítás a közeljövőre nézve legalábbis. Hát a fölötte jövő kártyák, ami 16 GB, ugye 6800-as széria, meg 6900, ma még inkább nem probléma. És hát ugye a 3080 Ti 12 GB-nál sem probléma. Na hát ennyit akartam én mondani, mutatni nektek ma, így technikailag, ügyileg. Én azt tudom mondani, hogy a 3050-et és 6500 X-ét ne vegyetek. Egyszerűen nem éri meg, mert a 6006 a legjobb opció. Minimálisan fizettek rá, vagy szinte semmit, de 40%-kal több erőt kaptok. Illetve hát a 6005 esetén gyakorlatilag dupla 100%-kal többet. Tehát én azt mondom, hogy mindenképp 6600 ebben az alsó közép kategóriában. Aki szeretne egy picivel jobbat, ugye a 3060-nál és a 6600 XT, mert ott is ugye ugyanannyiba kerül, ahogy láttuk, vagy még kicsivel olcsóbb, de a 15% az ott van. Aki pedig már szeretné egy kicsi RT-t használni, az 3060 Ti-t vegyen, ha nagyon rá van függve arra a 3-4 személyre, én szerint 3-4 értelmesen és jól kinézően játszódó RT-s játékra, akkor vegyen 3060 Ti-t, az az első kártya talán, ami azt mondom, hogy jól tudja vinni, és megéri. Akit ez annyira nem érdekel, és inkább arra akkor még több RAM legyen rajta még, ugye, hogy biztosítva legyen kártya, akkor 6700 XT. 4K-ba az a vicces, hogy talán 6900 most a legjobb, mert ilyen 3-400 körül lehet azt hiszem már néhol megvenni, míg a 3900 meg a 3080 Ti-t, amelyek ilyen, hát ilyen 6-700-ért vannak, ha jól emlékszem, legjobb esetben, plusz többet is fogyasztanak, és hát megint a plusz 4 GB RAM az ott van az AMD-n, ami a 4K-nál viszont már tényleg egy biztosíték, mert ugye a 4K az rendesen eszi a VRAM-ot. És ha még bekapcsoljuk az RT-t, azt gondolom az is valamennyit, bár ott a GeForce-nál ugye erre vannak külön számoló magok, meg a CUDA, meg mindenféle, a RT magok, és hát ugye ott valószínűleg az oldja meg ezt a dolgot, ezért is olyan jók ebben. De ha aki RT-t akar, akkor ott vegyen 6000, vagy 3080 Ti-t. Aki nem akar RT-t, több VRAM-ot akar, jobb árérték arányt, akkor ott van a 6900, mert 6800 az minimálisan olcsó, szél 50 000-re. És azért gondoltam én azt, hogy talán egyszer megéri már jobban menni a 6900 XT-t. A differencia 30-50 watt, tehát abban sincs olyan nagy differencia. Fogyasztásban, árban szintén az 50 000, tudásban olyan 10-15%. De ha ez nem fontos, akkor vegyétek a körülbelül 100 000 olcsóbb 6800 XT-t, vagy a 3080 Ti-t, ami körülbelül ugyanazon az árértékben van egyébként, ilyen 4-50-500 000, mint a 6009, de annál egy picivel gyengébb, nem sokkal, 5-10%-kal gyengébb, de kicsivel drágább is, viszont ott az RT tényleg jó, tehát ha valaki akar RT-t használni, használja azt. És a 3090-et pedig felejtsétek el, és egyelőre szerintem 6950-et is. Az 50-es új szériából azt hiszem csak a 6650 az olyan szempontból éri meg, hogy sokszor ugyanannyiért van, mint a 6600 XT, és a 6750 is sokszor ugyanannyiért van, és ez egy picivel jobb is már, tehát ilyen 7-8-10%-kal is akár jó esetekben jobb. És szinte konkrétan sokszor ugyanannyiba kerül, hogy 1-2000 differencia van, úgyhogy talán a legjobb 6750-et tudnám az új szériából ajánlani mostani árak szerint. Tényleg nézzük meg, hogy van-e itt, meg most van másikban is, még talán meg tudom majd nézni. Úgy látom, hogy hát jelen pillanatban itt nincs, pedig valahol láttam múltkor itt magyar boltokban, de akkor nem tudom melyik volt az. Látjátok, itt van 6750, 280, 284. Az a pir, ami egy jó
márka, és ugye 250, 60, 70 volt a 6700 XT, tehát nincs nagy differencia. Tehát ilyenkor, amikor ilyen 5000-rel fizetsz többet, akkor az a 8-10% megérheti. A 6650-nél az a gond, hogy ha jól tudom, ott ilyen 5% inkább csak a diffi. És hát igen, és látjátok, az már talán jobban drágább, mint amennyivel jobb, tehát ilyen 20-15-20 ezerrel drágább, úgyhogy kevesebbel is jobb. A 6950-nél meg... igen, látjátok, hogy az is azért már drágább, ilyen 600-700, legalábbis 100-asra drágább, mint a 6900 XT. És mennyivel tud többet? 5-7%-kal, ha jól emlékszem, úgyhogy egyelőre ezt sem tudnám ajánlani. Nézzük meg azért ezt is, 3000, látjátok, ez rohadt drága, 800 meg ennyi, egyszerűen nem éri meg, mert főleg a 6950-nél talán még nem is jobb, ha jól emlékszem. Hát, de a TI is látjátok, hogy drágább, 380 TI, 780 valamennyi, a sima 380 meg semmiképp nem éri meg megvenni, se a 10 GB RAM-ja miatt, se abból a szempontból, se a 6800 XT is megelőzte. Hát teszteken már. Sima 6900 meg 470, látjátok? Hát azért mondjuk az XFX az nem tudom mennyire jó, azt nem ismerem annyira, a többi már azért itt is drága. Bár mondjuk 6900 Power Color 500-ért az rohadt jó, hiszen az egyik legjobb kiadvány a Power Color fajta. És a 3080 Ti pedig látjátok, hogy 150-nel 200-al drágább, úgyhogy elvileg ugyanazt tudja a legjobb esetben. Tehát itt megint az RT fog dönteni, akit érdekel az a 3-4-5 játék jelenleg. Hát később lesz majd több, biztos vagyok, főleg hogyha az új generáció mind a két oldalon nagyon jók lesznek RT-ben a kártyák, de hát akkor meg már az új generációt kell majd venni. Tehát aki most csak RT-re vesz kártyát, szerintem rosszul tesz, hiszen a hírek szerint mind a két generáció két-háromszoros differenciát fog hozni az RT-ben, mind az AMD, mind az Nvidia oldal, meglátjuk, hogy ez igaz lesz. Ha az igaz lesz, aki most vesz RT-re GeForce-t, az rosszul óra tesz. Mert egyszerűen akkor a differencia lesz a következő generációban, hogy az új játékokat azok fogják csak majd jól tudni vinni RT-vel, ebben biztos vagyok. Több lesz a RAM is rajtuk, 16 gigánk, meg ilyenek. Valószínűleg végre Nvidia oldalon is. És nem éri most csak is RT-re venni, szerintem rohadtul nem éri meg úgy általában a kártyát venni, mert a következő generáció lemos mindent. És ha pedig nem RT miatt vesztek, akkor árértékben és erőben látjátok, rasterizáció alaperőben az AMD jobb jelenleg. Ez a legtöbb teszten így van, mutatok nektek egy csomó tesztet. Ott van az Igor Lab is, amit még szintén tudok nektek ajánlani, német teszt oldal, Husky, ugye Robi nagyon sokszor szokott linkálni vele, ott is durván ugyanez jön ki egyébként. Úgyhogy árérték arány az hasonló, még kint is. Minimális differenciák vannak persze Magyarország és Németország között például, de az arányok hasonlók, meg a, hát igazából a folyamat. Úgy tudom tőletek, amilyen viszontlátásig, sziasztok!